A mai nap remek alkotásokat fogunk látni, mégpedig olyan alkotásokat, amelyeket a gyermekek, a szülőkkel, nagyszülőkkel és az óvodapedagógus kollégákkal készítettek. Az alkotáshoz nagyon fontos, hogy újra gondolunk valamit, hogy újra gondoljuk, hogy mit tudunk készíteni bizonyos hulladékokból. Fontos a kreativitás és az ötletesség. Ezekkel a szavakkal köszöntötte a Madarász Imre Egyesített Óvoda igazgatója az idei Játszd újra kreatív kiállítás vendégeit, illetve kiállítóit. Nyugat-Európában már az 50-es, 60-as években rendszeresen rendeztek olyan időszaki tárlatokat, amelyek munkái hulladékokból készültek. A fogyasztói társadalom a rendszerváltozás után szivárgott be Magyarországra, annak minden kellemes és káros mellékhatásaival együtt. Ilyen kellemetlen hozadéka volt, hogy nagy mennyiségben halmozódott fel a hulladék, ám a hazai képzőművészek megtalálták ebben is a megbúvó műtárgyakat, így már nálunk sem voltak ritkák a szemétszobrok. A hulladék újrahasznosítása a környezetvédelem szempontjából hasznos tevékenység, fontos tevékenység. A szülők, a nagyszülők és az óvónők közösen alkotnak a vizuális tehetség műhelyekbe járó ügyeskezű gyermekekkel, jó példát mutatva ezzel a fiatal nemzedéknek, mert így mindenki jól jár, és ebből a tevékenységből mindenki tanulhat. Az intézmény mind a 8 tagintézménye jelentkezett valamilyen pályamunkával a kiállításra. Nagy szeretettel odaadással kapcsolódnak be a szülők a alkotási tárgyak készítésében, illetve a újonnan érkezett óvodások, kiscsoportosok, szülei és családja is az első pillanattól kezdve jelen vannak, bekapcsolódnak ebbe a rendezvénybe. A Dériné Kulturális Központ második emeletén nyílt időszaki kiállítás ugyancsak 2 napig volt látogatható, de aki körbejárt az alkotások között, alig ha bánta meg. Ezek az alkotások minden évben várnak bennünket, igazság szerint mi is várjuk már, hogy mikor kerül sor a Játszd újra kreatív kiállítás megnyitására, hiszen az óvodák minden évben megörvendeztetnek bennünket fantasztikus munkáikkal. Hülyen bizonyítják, hogy milyen minőségi és komoly szakmai munka folyik az óvodai csoportokban, a berkeken belül, és ezeket a kiállítási tárgyakat megtekintve láthatjuk, hogy milyen ötletesek és fantáziadúsak ezek az elkészített alkotások. A kiállítás megnyitóról valamennyi óvoda alkotóközösség emléklappal és kreatív eszközöket tartalmazó ajándékcsomaggal térhetett haza.